Szeretettel köszöntelek, Ládonyi Bori vagyok. A mai napon ismét jogás videóval, jogás gyakorlással készültünk nektek és az EFI csapatával. A mai gyakorlás is alkalmas lesz arra, hogy kismamák is végezhessék, a várandóság alatt is végezhess. Úgyhogy ha készen állsz, akkor helyezkedj el és a repülésben. Engedd a vállakat. És egy kicsit hunyd le a szemedet, billesd a medencéd előre hátra, és érzékeld a sarkakon az ülő csontokat, majd állítsd meg közép helyzetben a medencét, finoman behúzva a medencét magad alá, nyújtózz a fejed bobjával föl, és a kilézéssel csak hosszan lazíts. Figyeld meg a légzésedet, engedj nyugodtan lecsukódni a szemed, és csak a hangomat kövess. Érzékeld, hogy ellazítod a homlok területét, és ez az ellazultság tovább árad a hajas fejbőrre, az arcodra. Engedj le olvadni a vállakat a tala irányába. Tudatosítsd, hogy jogát fogsz gyakorolni, és idézd fel magadban a belső motivációdat erre. Mi az, ami gyakorlásra sarkalt ma téged? Majd nyújtózz a két kezeddel föl a magasba, és tedd össze a két kezed, nem muszáj teljesen összefűzni, lehet kicsit lazább kulcsolást a két kézzel, és innen tedd a fejed mögé, a belégzéssel nyújtsd hátra a könyököket, tárd a mellkas, és a kilégzéssel finoman közelítsd a két könyököd. Nagyon picit hagyjuk előre a fejet, ne terheld a nyakadat, gyere belégzéssel, nézz föl, húzd hátra a könyököd, kilégzéssel finoman domboríts, a saját ismétléseddel folytasd. Még kétszer lassan belézés, finoman zárd a kockát, és lazíts, utolsó belégzés, és lazíts, finoman domboríts, innen nyújtózz a két karoddal, engedd le a két kezed, és húzd le ezzel a mozdulattal a válladat is, emeld a kart, kilégzéssel bejöjjél oldalra, lassan gyere vissza, másik oldal, támaszd le a kezed, és figyeld meg, hogy mit érzel az oldaladban. Lehet, hogy csak új vagy esik jól támaszkodni, lehet, hogy be is hajlítod a könyököt. Még egy utolsó hajlás. Majd innen emel mind a két kart föl a magasba, ha kell, akkor nyisd a két térdet, és hosszan nyújtózz előre a két kezeddel. Picit hajolj előre, engedd le a fejed, és akárhol van a medencéd, akár följebb tartod, engedd süllyedni a sarkad felé minden egyes kilégzéssel. Innen csigolyáról csigolyára gördülj fel, lábaiddal vipálj, és nyújtózz fel a magasba, egy lefelé néző kutya pózba. Picit sétáld át a lábaidat, forgasd a csípődet. Állítsd meg ezt a lefele néző kutyán, és a kezekkel sétálj lassan a lábak felé, hajlítsd a térdet, és puhán gördülj fel, ha szükséges, támaszkodj a combodon. Emeld a két karodat a magasba, és a kilégzésen engedd a szívedhez. Belégzés, nyújtózz a magasba, és finoman emel tovább a mellkas, és a kilégzéssel lassan engedd le. Belégzés, nyújtsd oldalra a két kar, zárd el a kockát, és engedd le magad elé. Gyere, belégzés, nyújtózz a karral, emeld a szegcsontod a magasba, kilégzés, engedd le. Belégzés, nyújtsd a két kar,
És hogy ki. Gyere még egyszer utoljára így. Emeld a két kort, nyisd a mellakas. Fújd ki engem le. Majd nyisd oldalra a két karodat, tárd a mellakas. És innen keresztezd a két karodat. Hajlítsd a könyöködet, fogd meg a tenyeredet, és finoman emeld föl a karokat, válladban érezhetsz némi feszülés, nyújtózást, enged mindenki légzéssel ellazulni. És lassan engedd le. Nyisd megint a mellakast, domborítsd ki. Most a másik kezed legyen fölül, mint az előbb. Tekerd össze, és nyújtózz föl, emeld fel a szíved. Lélegezz egyenletesen, és lassan lazítsd, nyújtsd a két kezed oldalra, zárd a kockát, emeld le. Még egyszer-egyszer megismételjük, mindig válasd a kart, nyújtózz föl, figyeld meg, mit érzel a lakockák környékén, és lazíts, nyisd a mellkast, hátra a könyököd, és megcseréljük a kart tartást, nyújtózz, lazítsd, belégzéssel nyisd a két kart, húzd hátra, és engedd le. Gyere, emeld a két karodat, kilégzéssel támaszkodj, hogy szombodon, ülj bele, kapcsold be a farizmakat, és a belégzéssel csak nyisd a mellkast, kilégzéssel forgasd kifelé a könyököt, és finoman domboríts. Ugyan még belégzés, és a kilégzés. Jó, kismamáknak azt javaslom, hogy egész puha legyen ez a domborítás, mindenképpen billentse a medencére, de ne terhelj rá, ne szoríts rá a hasadra. Jó, de hogyha most nem vársz papát, akkor lehet egészen behúzni a köldököt, pedig szép nyers, fújt ki. Még egyszer utoljára, fújt ki. Majd gyere, emeld a két kart, nyisd a mellkast, finom hátrahajlás, kilégzéssel engedd le. Belégzés, nyújtózz föl, nyisd a mellkast, és a kilégzéssel hajolj előre, itt is, hogyha babát vársz, picit szélesebb lehet a lábtartás, és puhán hajolj előre, engedd le a fejed. Lassan gördülj fel, ha kell, támaszkodj a combodon, nyújtózz a magasba, nyisd a mellkast, és engedd a szívedhez. Belégzéssel emeld a két kart. Kilégzés, hajolj előre. Lazíts. Lassan gördülj fel, csigujáról csigujára. Nyisd a két kart. Engedd le. Majd innen megint oldalra hozd a két könyöködet. Tárd a mellkast. Kilégzés. Hozd le, keresztezd a két kart. Nyisd a mellkast. És a kilégzéssel lazán puhán hajolj előre ezzel a karttartással, engedd a fejedet, nyugodtan is terpeszd, hogyha nagyobb a pocakod, lazítsd a nyakad, és lassan mondva a kart, puhán gördülj fel, nyújtózz a két karban, nyisd a mellkast, kilégzés engedd le. Belégzéssel hozd meg, mint oldalra a kart, lazíts, másik karod legyen fölül, tekerd össze, nyújtózz meg, és a kilégzéssel lágyan hajolj előre, hajlíts a térdet. Lazítsd az arcot, picit hintázz bele, ha jól esik. És aztán lassan felgördülj a csigujáról, csigujára, nyújtózz a két karral, és fújj ki, engedd le. Így van, gyere le egy kukolásba, picit nyújtsd oldalra a térdeket. Oldalra nyitjuk, és tedd a két kezedet a szíved elé. Találd meg az egyensúlyt ebben a helyzetben, hát, hogy a sarkak most felemelkedjenek. Lélegezz mélyen, hosszan. És aztán egy nagyobb terpesz nyithatsz a lábakkal. Törekedj arra, hogy most már leérjen a talpad. Bele tud ülni középen. Kifelé told a két térded, és dolgozz a külső csípővel is kifelé, nyisd a térdedet, fejed bugyát emeld föl, és lassan aztán tedd le a két kezed, nyújtsd ki a lábakat, nem kell teljesen, és puhán emelkedj fel, nyújtózz a magasba, tárd a mellkast, engedd le a két kezed. Belégzés, nyisd oldalra,
Kilégzi és keresztezd a két karod, emeld fel a magasba, kilégzi és lágy a hajó előre. Lassan innen gyere, gördülj fel, buncsakor, nyújtózz a magasba, és megint legugolok rám, fejeket igaz és nyugodtan, ülj bele. Lehet a magas sarkas, vagy a teli talpas variáció is, amit jobbnak érzel. Húzd fölfelé a nyakadat, nyújtsd a teljes gerincet ezzel, és innen megint tesszük a két kezet, pici súlyt is tegyél rá, és aztán lassan bőrdülj fel, csipiára, csipiára, bőtözd meg a két karral, nyisd a mellkast, engedd el a szívedhez. Gyere, utolsó kör, nyisd a mellkast, hátul a két könyök, lazítsd, másik karunk jön előre, keresztezd, emeld fel a magasba, és a kilégzéssel lazíts, hajolj előre. Bonsd a két kezed, csipiára, csipiára, gördülj, emeld a két kezed, és a kilégzéssel megint gugolj le, tartsd a gátizmokat, és gyere, ülj bele a mállászanába, nyújtózd meg, folyamatosan dolgozz a térdeddel ki, ezt úgy tudod elevülni, hogy elveszed a kezed, akkor se esik be a két térd, hanem végig a csípőből tartod, nyújtózz fel a magasba, és aztán innen előre sétálunk. Tedd le nyugodtan a két térdet, gyere egy négykézláb helyzetbe, és a kilégzéssel hosszabb egy hátra, folyt ki a levegőt, belégzés, gördülj fel, és a kilégzéssel told hátra a súlyt a gyerekből. Gyere még egyszer lassan, puhán gördülj fel, és a kilégzés, utoljára belégzéssel emelked föl, és hosszan lép hátra, folyt ki a levegőt. Innen ismét emelkedj fel négy kézláb helyzetét, és a lábadat forgasd ki oldalra. Lép rá másik talpadra, és emeljük a kart, egy nagy kört rajzol belégzés, és a kilégzéssel hozd a lábad felé. Gyere, folytasd ezt a körzést, és fújt ki. Még kétszer belégzés megemel, nyújtózz a könyökből, engedd le, utolsó belégzés, és ezt tartsd meg, nyisd a mellkast, és egész innen nyújtsd a kart, mintha itt kezdődne a karod, húzd hátra lapockád, négyet, hármat, kettőt, és lassan engedd le a kart, fordulj vissza szembe, és egy lefele néző kutya pózba nyújtózkodj meg. Egy hosszú be és kilégzés. Majd gördülj lassan előre, puhán tedd le a térdedet, másik oldal, forgasd ki a lábszára, tedd le a talpadat, és innen a másik oldal körözünk, arra figyelj, hogy ne jöjj hátra a sorkod felé, hanem a csípőt túld előre, belégzésre lemel, és a kilégzéssel vezess hátra. Hogy ne szemed, hogyha lehet. És megint az utolsó kört, tartsd meg fönn, tartsd a karodat, megint egészen a szívedből indítsd ezt a karemelést, akkor a szív meghosszabbítása. Lélegezz mélyen, nyújtózz a nyakaddal, hármat, kettőt, egyet, innen engedd le a karodat, és gyere megint a lefele néző kutyába nyújtózkodj meg, picit sétál rá a lábakat, majd innen egyszer engedd le a térdet, lehet szélesebben, lehet szűkebben, amennyi hely kell a hasadnak, és lassan innen gördülj fel egy sarokülésbe. Emeld a két karodat, és a kilégzéssel hozd le a szívedhez. És megint egy picit visszatérünk az első sorozatunkhoz. Told össze egyenlőről a két tenyeredet, és kicsit olyan érzés, mintha
valaki másnak a tenyerét fognád meg. Tenyered egész felületével érzékeld az ellentétes kezedet, tenyeredet. Engedd süllyedni a vállakat, tudatosítsd a medence helyzetét, és lassan a belézéssel csak emeld fel a két kard, végig tartsd meg ezt a kommunikációt a két tenyér között, és finoman nyisd a mellkast, kilégzéssel hozd le a szíved elé. Belégzéssel hozd hátra a karokat, könyököket, és a kilégzéssel keresztezd magad előtt, egyik kar fölül, másik alul, emeld a magasba, és fújt ki engedj le. Innen most a két kezed nyújtózd fel, és csak zárd be ezt a kört. Gyere a másik oldal, belégzéssel emeld a szíved, a szemcsontot, kilégzés hozd le. Belégzés nyisd a két kard, tárd a mellkast, lassan, gyere a másik kard jön elő, keresztezd a felkart, tekerd meg a alkart, nyújtózd, figyeld meg a vállakban, a kockában, mi történik, és aztán engedd el, emeld a két karodat föl, és csak zárd be a kört. Nyújtózz fel magasba a két karral, és lassan dönts előre, farizom erős, gátizmokat húzd fölfelé, és lassan három, kettő, és az egy. Gyere görbék puhán fel, belégzés, és innen fordulj el, fordítsd el a lábszáradat, másikat told le talajra, és emeld a kard a magasba, ezt egy picit tartsd meg, lélegezz egyenletesen, és told le erősen a talpadat közben, és a kilégzéssel engedd le, fordulj vissza közé, másik oldalra, fordítsd ki a lábad, emeld a kard, csípőt stabilizáld, told előre, letoljuk a talpad, és a kilégzéssel engedd le. Ha úgy érzed, hogy jöhetsz tovább, és nem megerőltető számodra, akkor felemelve a karodat, nézd le a talajra, nézd meg a tenyered, és a másik lábad is nyújtsd ki, lépj az előlévő lábad mögé, és aztán a kilégzéssel engedd le a térded, kezed, és fordulj át. És emeljük a kard, megint jöhetsz tovább, nyújtsd ki a lábad, tartsd oldalt az egész törzsedet, és innen lassan enged le a térdet. Ha innen is jössz tovább, egy picit intenzívebb gyakorlatra vágysz, akkor az átmenetnél ne tedd le a térdedet, hanem egy oldalsó fekvőtámaszból, gyere rögtön fordulj a dandászanába, fekvőtámasz helyzetbe, és aztán a másik oldalra forduljál. Jó, bármelyiket választhatod, ami közben egyenletesen tudsz lélegezni. Négy utolsó ismétlés. Közben nyújtózz a nyakadra, egész gerincedet nyújtsd meg, és két utolsó, told le a vállat. Innen engedd le majd a kezed, és hogyha megvolt a négy ismétlés, akkor nyújtózz fel, lefele néző kutyába, egy picit sétáld át a lábakat, és aztán a kezekkel indulj el hátra, a lábaid felé, és puhán csigolyáról csigolyára gördülj fel, nyújtózz a karral, kilégzéssel engedd le a szíved elé. Kicsit húgy le a szemed, és tedd a hüvelykujjad ide a mellkasodra, kapcsolj össze a szívveléseddel, és nyugtasd meg a légzéseddel a szívedet is. Keresd az egyenletességet, a puhaságot,
megengedést légzésedben, ezeket a finomabb energiákat, finomabb minőségeket. Majd lassan csúsztasd le a kezedet, és gyere egy nagyobb terpeszállásba. Lábak párhuzamosan vannak, és a külső talpéredet egy picit tolt kifelé. Az egész talp lent van, de a külső talpéred az sokkal jobban bele tolódik a talajba. A külső csípőnek érezheted, ahogy aktivizálódik, ezt próbáld ki, mint ha szétszakítanád magad alatt a szőnyeget otthon. Billentsd magad a lábmedencét, emeld a két karodat, és a kilégzéssel tedd csípőre a kezedet, csípőhajlatba. Combok erősek, és a belégzés után kilégzéssel dönts előre. Addig is csak, addig még egyenes a hátad. Majd gyere, emelked fel, nyújtózz a fejed bubjával, nyújtsd meg a gerincet, és a kilégzéssel ismét dönts előre. Gyere, még kétszer ismételj, belégzés, és a kilégzés. Utolsó, gyere szépen, és fújd ki, tartsd meg ezt, és engedd el a két kezed közel egymáshoz. Ha nagyon messze lenne a talaj, picit hajlítsd a térdet, és innen emeld el az egyik karodat, fordulj utána, és most is tartsd szem előtt, hogy a kar a szívnek a meghosszabbítása, és a kilégzéssel engedd le. És itt olyan érzés, mintha a szív és a készfej, ez folyamatosan kapcsolatba állna egymással, figyelni egymást, távkapcsolat, távkapcsolatban állnak, és gyere belégzéssel emel, és a kilégzéssel engedd le. Ezzel az odafigyeléssel tudod megelőzni a sérüléseket is, hogy túl csavarod magad, túl nyújtod magad, nyugodtan le a szemed, és a mellkasból fordul. Még egyszer-egyszer ismételj. Majd innen aztán lazán csak hajolj előre, hogyha megérkeztél. Fogd meg a akaszt össze a két karodat, és csak hajolj előre, az és a fejedet, lóg a fej. Fújd ki a levegőt. Egy hosszú be- és kilégzés, lazítsd a hátizmokat. És aztán tedd le a két tenyered, hajlítsd a térdet. Feszítsd meg a farizmokat és a gátizmodat, gyere emelkedj fel, nyújtulsz a magasba, és a kilégzéssel emeld le a két kezed. Következő gyakorlathoz fűzd össze a kort a hátad mögött. Fogd meg a karodat, és egy picit szűkebb terpeszbe állj, ilyen háromnegyed távolságra. A bal lábaddal lépj előre, előre mutatnak a lábujjak. Másik pedig ilyen 45 fokban van körülbelül. És a végig fordulj, a mellkasodat fordulj, és az előlévő lábad felé. Akkor lesz jó a pozíció, ha nem érzel a térdedben semmilyen csavarás, semmilyen nyíróerőt. Hogyha ilyet éreznél, akkor egy picit szűkebben jön ez az állás, vagy egy kicsit lépj messzebb. És innen a belégzéssel csak nyisd meg a mellkast, és a kilégzéssel lassan, finoman dönts előre. Hajolj rá a lábadra, hogyha kevésbé férsz el a hasadtól, akkor egy picit hajolj a lábad mellé, hajtsd le a fejed. A lábak végig erősek, tartsd a combizmodat, és egyenletesen dold le a két lábadat. Laza nyak. Három. Lélegezz,
kettő, és egy utolsó, egy. És lassan a karok segítségével gyere, emelkedj fel, és fordulj vissza. Az jön, a másik oldalra fordítsd el a másik lábadat, igazítsd a tartást, előlévő láb előre néz határozottan, hátul pedig egy 45 fokban lesz a két tal, kulcsold a két kezed, és fordulj az előlévő lábad felé, és a kilégzéssel hosszan megnyitva a gerincet, hajolj rá a lábadra. Jó, nagyon fontos, hogy ne passzív lábat nyújtsál, hanem finoman dolgozik a comb közben. Lazítsd a fejedet. Három. Kettő. És az egy. És lassan innen emelkedj fel. Szárd vissza a lábakat, kicsit bontsd a kezedet, lazítsd a lábakat, karakat, és nézd ki magad előtt egy pontot, fogd meg az egyik lábadat, lábfejedet, ha nagyon ingoványos lenne, akkor inkább lépj ki a falhoz, mert ezt főleg a nyújtás miatt csináljuk most, billensd a medencédet magad alá, egészen addig, amíg el nem kezded érezni, hogy itt a combod nyújtózik, és esetleg emeld fel a kart, az ellentétes kart, és ha innen is jössz tovább, akkor tedd ezt a kezedet a két lapocka közé, picit lefelé is sétálhatsz, ez nagyon jól meg fogja nyújtani a tricepset, mobilizálja a vállat, három, kettő, tord le az álló talpadat, és az egy. Lazítsd, engedd le, picit rázd meg a lábad, és a másik oldalra térjeszt el át. Nézd ki magad előtt egy pontot szemmagasságban, billensd a medencét, húzd a sarkadat az ülőcsont felé, és hajasz tovább, ellentétes kart emeld, és tedd be lapocka közé a kezedet. Egyenletes a légzés. Három. Kettő. És az egy. Lassan mondd a helyzetet. És egy picit rázd le magad. És gyere aztán helyezkedj el. Egy hanyat fekvésben. Bírásd össze a két térdet, és nyújtózz el a talajon kézzel. És ha jól esik, akkor felváltva nyújtsd a jobb kart, bal kart. Majd hozd le oldalra a két kezedet, oldalsó középtartásba. Lábak párhuzamosak. Jobb lábat emeld fel, hajlítsd és tedd keresztbe. És a kilégzéssel engedd le balra. Engedd le mind a két térdet, és nézz el jobbra, hogy süllyedni a térdet és a vállal egyszerre. Még egy beljes kilégzés. És lassan aztán fordulj vissza, szembe. Majd cseréld meg a lábtartást, bal lábad nyújtsd ki, keresztezd. És egy belégzés után a kilégzéssel hagyd, hogy süllyedjen a talaj felé, finom nyújtózást érezhetsz a mellkasban. Majd lassan innen a belégzéssel fordulj vissza, és aztán helyezkedj el kényelmesen egy savászanában pihenéshez, egy kicsi relaxációhoz, ahogy számodra kényelmes. Ha nagyon érzékeny a dereked, akkor pihensd össze a két térdet, és úgy pihenj.
Engedd lecsukodni a szemeidet, te gyereket hagyd a talajon végig, vállakat is, és engedd finoman kifordulni a lábaidat, vagy élj egy mélyebb belégzést, és egy hosszú, mély, őszinte kilégzés. Majd csak szemléld a tested a talajon, ahogy fekszel, és lassan belső figyelmeddel járd végig a tested, engedd ellazulni az arcodat, lazítsd a szemeket, és érzékeld, hogy mélyen ülnek a szemgödörben. Lazítsd el a vajas fejbőrt, és engedd süllyedni a vállakat is, hagyd, hogy felszabaduljon a vállad környéke. Engedd a karjaid súlyát a talajba, és ahogy végig pásztázod a belső figyelmeddel a törzsedet, hátadat, engedd ellazulni, kioldódni a hátizmokat, engedd szétterülni a hátadat a talajon. Lazítsd majd a csípő környékét, a farizmokat, gátizmokat. Majd tudatosítsd a lábaid határait, és lazítsd el a jobb lábadat, combtőtől a talpadig. Majd lazítsd a bal lábadat is, combtőtől egész a talpadig. Lazítsd el az egész tested, a fejed bobjától a talpadig. Engedd, hogy a kötőszövet egészen ellazuljon, és minden tárolt feszítés, minden készenléti helyzet kilégzésekkel olvadjon a testből. Szemléld a légzésed, és egy pár légzésig maradj a saját csendedben. Nagyon finoman nyisd ki a tudatosságod, a jelenléted ismét, és érzékeld a tested határait, ennek a belső világnak a határait, amiben vagy. Finoman engedd be a belégzést, a friss levegőt, és hosszan, orra vagy szájon át, fújd vissza a térbe a levegőt. Tárd ki a tudatosságot a környezetedre, téged körülvevő
hangokra, szagokra. Hangulatra. Lassan kezd el átmozgatni az ujjakat, lábujjakat, és finoman mélyíteni a légzésedet. Egész mélyre vedd a belégzést, és hosszan vedd, hogy kiürüljön a tüdőd. Ürítsd ki. Nyújtózz kézzel, lábbal, kezdj el lassan, finoman mocorogni, mocorgással ébreszteni a testedet. Ha jól esik egy nagy nyújtózás, mint ébredés után, és egy kicsit simítsd át az arcodat, homlokodat, az állatokos területét, nyakadat, majd lassan fordulj át az egyik oldaladra, és még oldal fekvésben pihenj meg egy kicsit. És aztán lassan, ahogy érzed, hogy tényleg készen állsz, emelkedj fel egy kényelmes ülésbe. Köszönd meg magadnak, hogy végigcsináltad ezt a gyakorlást, ezt a videót, és rászántad az idődet. Nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál. Hogyha tetszett a videó, hasznosnak találtad, akkor kérlek, hogy szólj hozzá, vagy kövess be az Efének a csatornáját, ha eddig nem tetted volna. És hogyha bármilyen kérdésed van, akár az Efi e-mail címére írj egy e-mailt, és azon keresztül el tudsz érni engem, és tudunk beszélni, ha bármilyen gyakorlattal, jogával kapcsolatban kérdésed van, és ragyogó napot kívánok neked, egészségedre! Az online program a WECOP 7.2.2 kötőjel 17 kötőjel 2017 kötőjel 0004-es számú a Zuglói Lakosság Egészségfejlesztése című projekt keretein belül valósult meg. A videó készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.